Ez a legdurvább. Szia! Milyen a póló? A póló tökéletes, de méretben is tök jó. Pulikornisos. Óriási. Nagyon nagy. Pulikornis. Világítsuk telefonnal? Ez jó. Világíts. Ez jó a fény. Sziasztok! Csinálunk a csilis csirkeelvős versenynek egy második részt. Itt van velem Gábor, és persze Áron sem maradhat el. Megnézzük, hogy mit gondolunk ezekről, viszont hogyha nagyon szemfülesek vagytok, akkor láthatjátok, hogy egyen pólóban vagyunk, ugyanis megszületett a Pulikorn márka, Pulikorn is, értitek? Ami természetesen a pulikorn.com-on elérhető, de nagyon limitáltan. Mi a koncepció? A koncepció az, hogy minden héten, vagy minden két héten általában kirakunk egy öt terméket, amit meg lehet rajta vásárolni, és ami nagyon extra pulikornisos lesz. Valamint lesznek speciális pulikorn editionek, különböző színekkel is meglepetések. Erről majd később beszélünk. Amíg még élünk és tudunk beszélni, ezt elmondtuk szerintem nagyon poén, hashtag nem reklám, de mégis a reklám helye, úgyhogy kezdjük el, és mindjárt itt leszek a csirkék is. Ez a sima. Ez nem annyira büdös. De rohadt erős. Ez kellemes. Na ez k***a erős. Csípi az orradat a kapszaicét. Jó lesz. És ez szerintem a legerősebb. Aha. Ez a terem az érszor. Ez a legerősebb. Jó. Utána jön ő. Ezt nem tudom eldönteni. Nekem a simám az igen erős lett. A gyömbéres is egész jó. És szerintem valahol itt a közepén lehet. Ez a chip. Egészség. Egész. Ez a kellemes. Az egy chip. A lenyelben mindjárt fog. A Csoki Habanero gyömbéres, házi készítésű Gábor által. Ez egy kellemes, semmi extra. Csajoknak is ajánljuk. Siri, gyere vissza. Ez erősebb? Kicsit. Nem, de fele. Ez nagyon finom egyébként, hogy ez lesz. Ez a sima csoki habanero. Sima csoki habanero. Gábor elmondja, hogy mit kell róla tudni, hogy csináltad. Teraszon nőtt. Teraszon nőtt. Szeretnétek, akkor a Gábor teraszáról tudtok szeretni. Na mehet. Miért csoki? Google. Mondjuk el nekünk. De még Google-ek vagyunk. Azért, mert az a típusú a paprikának, hogy csoki ebben írunk. Van, ez csoki fölcsönben, nem az kapcsolat. Csoki színünk. És csoki, tök jó, én csoki íze van egyébként. Nagyon jó. Ez kellemes, megint ugyanaz, mint az előző nekem, hogy nem égek ki lesz semmi. Érzem, hogy erős, de nem, nem. Ezért én már jobban érzem, hogy lehet, hogy azért, mert második. A gyömbér sokat elvesz. De finom. De finom. Megyünk a harmadikra? Azért most már én érzem a számot. Jó van. Elgazán vagy utolsó kenet. Emléktek két... De azt mondja, ez a legdurvább? Elméletig igen, de a többinek sokkal durvább szaga volt. Hagyjuk ezt a végére? Nem. Úgyhogy erről nem tudjuk, hogy ez most a legdurvább, vagy mégse, de ezzel folytatjuk. Utolsó kenet középen. Hú, most úgy ég a szám. Na, azért csak van erre az én szószomnak is, nem? Van. Kb. Annyi még meg. Nem, elvesz a k***ába. Ül. Én nem tudom, mert átjönni. De meg rakjál rá rendesen, tessék. Erre kíváncsiszek. Az íze elszőre kellemes. Ennél az enyém is erősebb. A tiéd erősebb. Az utolsó kenet lehet ilyen első felvezető kenet, ha már that's what she said, akkor ez egy ilyen petti. Hát ez ilyen. Kezdekem erősebb. Jó, de te nem bírod, nem kérsz egy kis tejet? Ez a liter tej ilyen. De azért szerintem, mert nekem bedurult. Na jó, a végén kicsit bedurult. Én ezt mondom azért ez. Ja, ez valamelyik összetevő, amelyik lent hat, az bedurult. Most kezdem érezni, én is ilyen utólag.
Na jó, az enyém akkor elfogyunk meg, 1 millió körül biztos van, ha ez 2 millió. De hogyha hagytunk volna az enyémnek időt kibantakozni, az is jól sírna meg. Ezt mondod a csalámat. Ezt a 13 kerben vettem a csípősboltban. Balhé lesz, egész héten mindenedbe bele fogom kenni a... Fenevad alfa. Fájvodom el. Lehet, hogy már többi kicsit csinál, de én ezt nem értem. Mokrodnám. Egy pohár, tejecske. Egy valaki iszik tejet, ez az áron. Nem is az ilyen kellemes. Bárki által bevállalható szerintem. Pedig az illat alapján ez nagyon brutál lett volna. De ezek 40 milliliter, 1700 forint. Ezek az őrülök, az utolsó keret az tényleg azért kemény. Az utolsó keret az erős. Lehet annak kellett pedig csak a szaga, az nem volt annyira durva. Vérszom! Ezért nem érzel semmit, mert nincs rajta. Ne csalj! Ez sok? Egyél inkább. Ez a legdurvább. Abszolút. Vérszom, durva. De azért meg adjál. Neki is az áronnak kell nyugodni. Na, az áronnak egy kicsit. Látszik, hogy nincs neki. De nem is raktál. Ez adja. Ez nagyon kemény. De ettől nem múlik el a náthámban semmitől. Na. És most orvosi tippeink percenket hallhatjuk. Gábor Náthás, vérfenevadott kell lenni. Vérszom. Vérszom, jó. Nagyon befejeztem. Akkor nincs el az, nem? Itt van? Akkor kell. De amúgy úgy, hogyha ezt a vérszomjas fenevad bármit, eszed, hogyha utána még ráharapsz, akkor ez is így kibírható, tehát. Na de én azt hittem, hogy az áron nem hozta el, megmutatod a kamerának, de itt van az előző epizódunkból, ugye a Last Dab-nek a Last Dab-ja a legutolsó. Hát itt van, akkor kipróbáljuk most ezek után. És ha küldetek nekünk k***ára csili szószagot, akkor kaphatok érte egy nyeremény csilis pulikorn póló. De csak akkor, ha olyan csili szósz küldtök, amitől kifekszünk. Ez így. Jó lesz! És még mindannyian úgy fogunk kinézni, mint a puli. Az igen, az! Neked is, gyerünk hátra. Én is belevártotta. A Last Dab lesz a Last Dab? Ez kemény bazeg. Hallod, az igazi, hogy hívják ilyen sorozatban együtt? Sorry. Az igazi sorozatban rohadtul nem lesz se együtt. Igen, tehát mi most nagyon sokat rakunk rá. Úristen, gyűlölt. Hát tegyeztek még rá, mert nem teszünk sokat. Erre vártotta. Na jó, cheers! Cheers! Túléljük! Ha nem is cheap. Ez meg a Last Dab nem is cheap. Ez a többi után tényleg nem. Nézd meg, hogy néz ki a szád. Hogy tényleg? A Last Dab, ami a műsor a legerősebb, ugye munka a leggyengébb. Mondtam, hogy annál még az enyém is erősebb. Na, hogy tényleg? Nekem most ütött be. A Last Dab-ből egy tényleg, mivel áron kirakott rengeteget, nem hagyunk ott. Ne idd már meg a sörömet! Miért nem kérte még egyet? Nem gondolkozik, látod, nem gondolkozik előre. Nem lehet akkor gondolkozni, hogy kimegy az agyad. Én mégis tudtam. Mert jóval hamarabb kértem a sört. És, nekem, és akkor nekem miért nem kértél? Mert még egy fele meg volt. És? Most már nincs? Á, hülye. Na, ha úgy eszitek a Last Dab-et, hogy rohadt sokat, és utána még többet, aztán még,
Na, az úgy már durva. Utolsó szó. Lázár után. Köszönjük, hogy megnéztétek. Ezt itt a Spielerbe, a Gosdruba vettük fel, úgyhogy remélem, hogy a hang jó volt. Ha most találkoztunk először, iratkozzatok fel, menjetek át Instára. Ha! És vegyetek pulikornist. Sziasztok! Csá! Csá! Siri. Gyere, Siri. Gyere, Siri. Ötös, ötös. Adj egy ötöst. Pacsi. Pacsi. Ötös, ötös, Siri, ötös.